Az életednek van egy titkos csúcs. Körös körül őserdő, ősbozóc, keresztül kasul vártató csapások. A sok hamistól nem látni a jót. A Szekszárdi Garay János Gimnázium 2008 óta szervezi meg az Én Pannóniám vers és prózamondó versenyt. Idén a Művészetek Házába kapott helyet, ahová az ország számos településéről érkeztek diákok. A 2008-ban elindult kezdeményezés célja az volt, hogy a középiskolásoknak legyen egy olyan fórum, ahol bemutathatják szavaló tehetségüket, illetve hogy a Tolna megyében élt és alkotott írók és költők műveit ezáltal is népszerűsítsék, ismertessék meg minél több emberrel. Strasser Márton Pécsről érkezett, a verseny első fordulójában Reményik Sándortól szavalt el egy verset. Családi hátteremből adódóan édesapám nagyon nagy Reményik Sándor rajongó, megvan szinte az összes kötete, nagyon szeretem magát a költőt is, illetve ugye a verseny kiírásban szerepelt, hogy egy kerek évfordulós költőt válaszunk, és én azért gondoltam Reményikre, ugyanis halálának évfordulója 2021, halálának 80. évfordulója 2021 novemberében volt. A második szabadon választott mű Pákolic Istvántól a Lator megjegyzése című vers volt, amihez személyes érzelmek kötik. Ezt a verset talán még jobban szeretem, hiszen egy nagyon érdekes aspektusból világítja meg Jézus halálának, a keresztre feszítésnek a történetét. Számomra nagyon érdekes, katolikus családból jöttem, hittan tanultam általánosban szinte végig, és nagyon sokat hallottam már mantrázva, hogy hogyan történt, miért történt, mint történt, azonban ez mégis egy olyan szemléletből világítja meg az egészet, ami számomra teljesen másként engedi meg ennek az egész történésnek az értelmezését. A döntőbe jutott diákok két fordulóban adtak számot szavalási képességükről. Az első fordulóban a még be nem mutatott két szövegből az általuk választottat mondták el, a következő fordulóban pedig a zsűri döntötte el, hogy kiktől kívánja meghallgatni a harmadikként megadott verset vagy prózát. Kolti Helga, színművész, a versünnep alapítvány elnöke, mint zsűri tag beszélt arról, hogy miért is vannak mindig nehéz helyzetben, ha értékelni kell a versmondókat. Vannak ugye exakt módon megítélhető dolgok, de egy nagyon nagy rész az teljes mértékben szubjektív. És hát ezt a két dolgot kell nagyon bölcsen és jól, szakszerűen összepasszítani. Tehát amennyire fontos, hogy milyen a versmondónak a jelleme, a kiállása, a személyisége, a gondolkodása, ugyanannyira fontos az az eszközrendszer, amit el kellett volna már sajátítania, vagy folyamatban van az elsajátítás. Itt most arról beszélek, hogy milyen a hangja, hogy használja a hangsúlyokat, milyen verbális és nonverbális kifejező eszközrendszere van. Úgyhogy ez egy rendkívül komplex dolog, és amikor azt mondják, hogy a zsűrinek nehéz dolga van, ez nem egy sztereotípia, és talán közhelynek számít, de emögött valós tartalom létezik, mert tényleg nagyon fontos, hogy patika mérlegen megtaláljuk azt a pedagógiailag is értelmezhető döntést, ami akár sorsokat is befolyásolhat. A 14. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyre 47 nevezés érkezett, ebből az előzetes zsűrizés után 26-an állhattak a színpadra szavalni. Idén csak az ország határon belülről érkeztek a versenyzők, a kialakult helyzet miatt a határon túlról most nem jöttek a diákok a megmérettetésre. Nagyon örülünk, hogy Debrecentől Nyíregyházán át Miskolcig és Mosomagyaróvártól Esztergomon Budapesten át Barcsig és Pécsig nagyon sok helyről érkeztek versenyzők, úgyhogy tényleg az egész országot átfogjuk. Most már ez hagyomány, hogy az egyik választott szövegnek Tolna megyei kötődésűnek kell lenni, tehát itt született, vagy itt alkotó költőíró verse vagy prózája legyen. A másik az általában évfordulóhoz szokott kötődni. Most mi egy kicsit kibővítettük, mert hogy 21-ben nem volt, ezért a 21-22-es évfordulókat így egyberaktuk, tehát hogy lehetett választani a tavalyiakból is, és a harmadik az pedig szabadon választott. A döntőbe jutott diákok mindegyike elismerésben részesült. A fődíjunk az egy 30 000 forintos könyvutalvány, aztán van a nívódíjunk,
5000-rel kevesebb, nem sorolom az értékeket, de könyvutalványokat kapnak, illetve talentumdíj, és van egy reménységdíjunk is, és a közönség most már évek óta leadja a voksát a neki legjobban tetsző versmondóra, és ő pedig megkapja a közönségdíjunkat. De minden versenyző egy ajándékcsomaggal, és minden felkészítve egy ajándékcsomaggal távozik erről a találkozóról.